Wall Street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 12 perc van, folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion. Kántor Endre az egyik műsorvezető. Mihálovics András pedig a másik, és a kedves hallgatóinkkal osztjuk meg az étert. A 06302010909-en lehet részt venni a műsorban. Mit írnak? Hát a nap üzenete, én azt gondolom, hogy megjött. Várkonyi Gábor műsora nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben, sokszínű, érdekes, informatív lett, a korábbi monolitikus, szinte csak az elektromos autózás gondjait boncolgató helyett további sok sikert és jó műsort kívánok. Igen, hát nagyon sokat dolgoztunk Gáborral, hogy végül... Gáboron és Gáborral, hogy végül, hogy is mondjam, előadással kompatibilis legyen, és szerintem kikupálódott a srác, úgyhogy most már nagyon örülünk neki, hogy részt vesz. Még azért kell egy kicsit fejleszteni, de akárhányszor bejön, Andrással mindig kezelésbe vesszük, és akkor egyre jobb lesz ő. Mi az IT? Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. Hát kérem, szépen csöndben elmentünk a 40 éves születésnap mellett, ami a klasszikus IBM PC-i volt, és augusztusban volt ez a kerek születésnap, de hát nem volt mindenki olyan rest, mint mi. Bátki Zoltán, a pontmost.hu főszerkesztője, aki itt is van velünk virtuálisan, ő nem ment el így mellette. Vagy igen? Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy kicsikét elmentem mellette én is, ugyanis nemrég írtam meg a cikket a 40 éves évfordulóról, amikor a kereskedelmi startjának volt a 40 éves évfordulója, tehát tulajdonképpen így ilyen csúszópályán még befértem az aktualitás kis pályájára, és mert hogy ugye ezt augusztusban mutatták be, de hát ugye mivel ez egy hihetetlenül új szerű dolog volt, éppen ezért körülbelül egy hónappal később került ez konkrétan boltokba. Oké, ez tök jó, hogy akkor végül is helyben vagyunk, itt a kerek 40 év, akkor pont jókor van, vagy hát pont jókor beszélünk róla, de hogy miért volt ez a klasszikus IBM PC olyan fontos eszköz? Hát volt egy csomó minden más, ami körülbelül abban az időben jelentkezett, és így meghatározta a személyi számítástechnikát. Így van, ugye a 80-as évek legelejéről beszélünk, amikor ugye mikroszámítógépek már voltak. A mikroszámítógépek, ugye, ami talán mondjuk a legismertebb lehet Magyarországon, az egyrészt a Sinclairnek az AX Spectrumja, vagy esetleg ugye a különböző Commodore 8 bites gépek, a Commodore 16, Commodore 64, aztán később a Plus 4. Viszont ugye hát ezek teljesen másra való és más jellegű gépek voltak, és ugye közben meg hát nagyon fontos volt ugye az üzleti szegmensnek is az, hogy legyenek olyan úgymond személyi számítógépek, amik már hát egyrészt ugye nem akkorák, mint egy kisebb szoba. Másrészt pedig ugyan szintén ezekre is volt kísérlet, de hát azok körülbelül annyira voltak használhatóak, mint mondjuk csatapáncélban egy, nem tudom, egy szőrcsipesz. Tehát, hát igen, mondjuk az AX Spectrumot, hogyha visszamegyünk oda, akkor a klasszikus felállás az úgy nézett ki, hogy kellett hozzá egy tévé, mert ugye hogy ahhoz hozzá kellett kötni. Volt maga az eszköz, és akkor kellett hozzá egy vagy hozzá vásárolt, vagy valamilyen kompatibilis magnó készülék, amiben bele lehet rakni egy kazettát.
hát mert azok még nem floppisak voltak az eredeti. Hogyne, hogyne. Én ZX Spectrumos voltam annak idején, az 1800-as években, tehát iszonyatosan, ugye, ez természetesen nem történt meg, és csak én találom ki, de hát másolgattuk szana szét a két kazettás magnón a különféle játék szoftvereket, és hát nagyon reméltük, hogy ezek a másolás után is működőképesek lesznek a mi saját le, spektrumunkon. Igen, nem kapott le valamelyik egyes vagy nulla, mert akkor nem sikerült. Hát a magnó fejállítás fogalmát az szerintem akkor és csak akkor használta nagyjából a félvilág. De szóval a lényeg az, hogy ugye azért a spektrum meg az ilyesmi jellegű gépek azért nem arra voltak kitalálva, hogy például valaki ezen csinálja meg a könyvelését, vagy akár mondjuk valaki egy céges környezetben használja. Annak ellenére, hogy voltak persze céges szoftverek, Commodore-ra is, meg Spectrum-ra is, de mondjuk például a Spectrumhoz nyomtatót kötni, az hát nagyjából olyan volt, mint uborkereszelővel örömet okozni magunknak, tehát ez nem erre volt kitalálva ennyire egyszerű. Na most ugye közben ugye ott volt az IBM, ami hát ugye nagy üzleti gépekkel, mainframe-ekkel, hasonlókkal foglalkozott, és először 75-ben adott ki egy olyan gépet, amiből megpróbált egy ilyen üzleti személyi számítógépet csinálni, ez az úgynevezett 5100-as modell volt, ami hát érdemes megnézni a Pont most a cikkben, hogy hogy nézett ez ki, ez gyakorlatilag... Úgy nézett ki, mint ahogy a Pirx kapitány sorozatban elképzelték azt, hogy hogy fog kinézni egy hordozható űrjármű irányító kézi készülék. Ez nagyon amerikai tehát, volt egyébként, tehát ilyen ez a kazettaszerű izé, igen. Uh-huh. És ráadásul úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas, tehát mondjuk 2-3 aktatáskányi méretű cucc, amiben beépítve volt egy nagyon pici, ilyen kis mai okostelefon kijelző méret környéki monokrom kijelző, ráadásul bal szélen, és akkor emellett volt a billentyűzet például, meg flopik, meg egyebek. Tehát igazából ezt úgy lehetett használni nagyjából, hogy az embernek az első 5 percben folyt ki a szeme, és utána megrecsent a gerince, és az első órában már beköszöntött az inhüvelygyulladás. Tehát igazából ez tök jó ötlet volt, csak éppen használhatatlan. És éppen ezért kikísérletezték azt, hogy csináljuk meg ezt úgy, hogy az alap, a hardveres alap az hasonló, természetesen amennyi idő eltelt, úgy annyiban javítottak rajta, de legyen a dolog moduláris. És ez volt az egésznek a kulcsa, amivel egyrészt berobbant az IBM a köztudatba ebben a szegmensben, másrészt pedig, az, amire majd később visszatérek, egy idő után ezért is csúszott ki az egész a kezéből, ugyanis hát a dolog az úgy nézett ki, hogy innentől kezdve volt a nagyjából 2 aktatáskányi méretű doboz, ami viszont a gép volt. És tehát ehhez lehetett csatlakoztatni perifériaként a saját monitorját. Igen, amit most a képen látnak azok, akik követtik ezt a dolgot képes formában is, ez az előd, tehát ez még az 5100, és ott látszik az a picike kis monitorka, amit gyakorlatilag például a saját gépelőkezünktől nem látunk rendesen, tehát ez az égvilágon semmire nem volt jó, azon kívül, hogy ötletként egész jól működött, de az 5150-es modell, ami konkrétan a klasszikus IBM amiről PC, beszélünk, ugye? Tehát és ez az, ami 81. Ugye. augusztus 12-én lett bejelentve, gyakorlatilag ezt tudja már azt, hogy minden periféria a monitortól, a billentyűzettől, a nyomtatón át, minden külső módon csatlakoztatható hozzá. Tehát ahogy mi elképzeltük a számítógépet, volt saját monitor, de az külön rakható rá, vagy mellé, hát a gép, a helyzet az, hogy emellett ugye nagyon fontos, hogy 75-ben, mikor kiadták ezt az 5100-as modellt, ez kb. Ilyen 20 000 dollárért ment a boltokban, ami, és ráadásul ez 20 000 akkori dollár, tehát ez egy embertelen összeg volt, amiért értelemszerűen senki nem fog úgynevezett személyi számítógépet venni, mert nagyjából személyileg senkinek nem volt ennyi pénze ilyesmire, és ehhez képest az 5150-et, ami ugye 81-ben augusztusban lett bemutatva, ezt 1565 dolláros kezdőáron lőtték ki, és konkrétan a reklámja is már arról szólt, és a teljes reklámkampánya, hogy ez az a gép, amit tényleg akár magadnak is otthonra megvehetsz,
és akkor ezen te bármire képes vagy. Tehát tulajdonképpen az amerikai előfutára volt annak, hogy Vágási Feri megveszi a Microsoft 95 szoftvert, ami természetesen akkor még a kanyarban se volt. De tényleg, tehát az egy hihetetlen dolog volt akkor bárkinek, hogy nekem saját számítógép, amit egyrészt tényleg le tudok rakni az én saját asztalomra is működik, nem kell hozzá fél paks energiája, nem kell hozzá egy külön szoba, és ráadásul tényleg egy normálisan elérhető összegért én ezt be tudom szerezni, és éppen ezért ez iszonyatosan nagyot csapott, pedig hát ugye mai szemmel értelemszerűen ez egy nagyon-nagyon gyenge gép. Konkrétan ugye belső merevlemezesen volt, tehát ez a két flopis kiadás volt az első, ahol így egész konkrétan, hogyha valamit én meg szerettem volna őrizni, nem csak a RAM-ban, hanem úgy, hogy bármi, amit csinálok, az megmarad az utókornak, akkor az a flopin tárolódott. Aztán persze pont a moduláris kialakítás miatt ugye voltak bent bővítőhelyek belül is, és éppen ezért ugye ez adta meg a lehetőséget arra, hogy később az úgynevezett magyar nyelvben elterjedt Winchesterek, tehát a merevlemezek is megjelenjenek, meg különböző egyéb adattároló módok, meg aztán a különböző egyéb olyan kiegészítők, amivel fel lehet turbózni ezt a kütyüt, és hát itt jön el az, hogy ugyanaz a zsenialitás, ami megadta ennek a modellnek a sikerét, az éveken belül meg is határozta azt, hogy erre egy iparág épül, ami bizony nem csak az IBM-ből áll. Ugyanis hát mivel moduláris volt ez a kütyű, ráadásul ugye az IBM azzal is szerette volna elősegíteni a technológia terjedését, hogy teljes dokumentációkat adott ki ingyen. Így működik ez a dolog. Tessék tőle nem félni, meg hogy hát ha esetleg valami elromlik, akkor ide kell a kis csipet belerakni a lábait, meg minden. Na most hát ugye mit csinál erre a nép, főleg egyébként például Kelet-Európában, meg Távol-Keleten. Ja, hogy ezt így kell csinálni? Hát akkor fogom a dzsunkát, vagy a garást, vagy ilyesmi, kinevezem, és megcsinálom a sajátomat. Persze, sokkal olcsóbban, okosban, és hát konkrétan nem is véletlen, hogy az egyik első olyan modell, ami megjelentés ilyen klónnak számított, az 1982-ben, tehát egy évvel később már Magyarországon jelent meg Proper 16 néven. Bizony, 16. És ez egy nagyon nagy dobás volt. Tehát ez borzalmas nagy dobás volt, ráadásul ugye azért, mert akkor, aki még emlékszik esetleg erre a csodálatos mozaikszorai kokom lista, ugye hát ez úgy nézett ki, hogy ugye a szocialista államokba nem lehetett ám csak úgy behozni mindenféle kegyetlen nyugati technológiát, fúj, és éppen ezért, hát egy hihetetlen vicces története van annak, hogy hogyan jutott el Magyarországra a dokumentáció, bizony, meg minden egyéb eszköz. Meg az első gép valami egyházfi hozta, vagy valami... De egész konkrétan volt egy cigány primás. Na ez az, ezzel kevertem. Aki turnézott Dél-Amerikában, és Dél-Amerikában megvette egy dollárboltban, a saját gázsiából az egyik IBM PC 5150-et, amit aztán hazavitt, és eladta a bizományi áruház vállalatnak. És a bizományi áruház vállalatból vásárolta ki az akkori számítástechnikai koordinációs intézet, ami gyakorlatilag tényleg egy ilyen nagyon akkoriban, az SKI, persze még kezdetleges, de egy nagyon fontos ilyen számítástechnikai magyar intézet volt, és fogta magát, és azt mondta, hogy jó, ezt szétszedjük darabokra, megnézzük, hogy mi hajtja, majd pedig esztergomban elkezdjük saját formatervvel megcsinálni. És konkrétan esztergomban elkezdték csinálni ezt a cuccot. És valljuk be, a formaterv azért sokkal jobb lett, tehát a Proper 16-nak ez a szép barna és bézs borítása, a színes billentyűzet azért... Hát ez a barna borítás, én konkrétan Proper 16-on tanultam Basic-et programozni, igen, és azért erre a barnára így rátenni a kezem, azért ez mindig olyan volt, mint hogyha valami teljesen másra nyúlnék. Nem, hát ez a két barna szín egymás mellett, az abban az időben a konyhakredencektől a tékacipőkön át mindenen igen. És hát mondjuk azt hozzá boomerek, hozzá kell tenni. Boomerek, ha találkoznak, milyen jól elnevetgélnek a rádió műsorokban. És hát a legdurvább viszont
az, hogy az egyetlen dolog, amit nem sikerült Magyarországra átteleportálni ebből az egész dologból, az az, hogy míg az IBM PC az ugye pont az relatív olcsóságával hódított, ahhoz képest a Proper 16 induló ára az 500 ezer forint volt, akkori forint, tehát az az 500 ezer forint azért lakásokat lehetett vásárolni, igen. De tehát kiépítés szerint akár másfél milláért is lehetett ezt a dolgot behúzni, hogyha mondjuk szerettem volna bele egy mondjuk, nem tudom, pár megabájtos merevlemezt. Tehát azért ezt nem szórták csak úgy a kínai piacon mindenki után, már csak azért is, mert akkor még nem volt kínai. De lényeg, hogy innen indult be. De és ezért mit csináltak? Mit? Hogy meg lehetett rendelni bizonyos számítási folyamatokat, több cég összeállt, hogy akkor a könyvelésünket egy 3-4 hét alatt akkor tessék ezen kiszámolni, és akkor azt így befizették bérleti díjként ezekre a működők. Így van, bérbe adva használták, igen, azt az első pár darabot, ami figyelt itt a világ, vagy a kis országunkban, és baromi jól, tehát hasított az üzlet, és nagyon-nagyon gyorsan visszatermelte azt az árat, amit végül is így a Primástól bizományin át szépen elköltött a szervezet. És hát ugye az van, hogy ez nem csak Magyarországon történt meg, hanem tényleg itt kezdődött az, hogy úgymond a kis tigrisek, tehát a kínai, a tajföldi, a maláj, akkor még persze a japán is, meg egy csomó egyéb távol-keleti országnál, ugyanúgy azt mondták, hogy jó, hát ezt szét tudjuk kapni, és ezt meg tudjuk csinálni itt is, mert azért még akkor nem nanométeres szintűek voltak a csipalkatrészek és hasonló, tehát azért így viszonylag átlagos technológiával ezt össze lehetett rakni, itt igazából inkább a know-how volt a és fontos. És akkor itt vegyünk még egy dolgot figyelembe, hogy akár mi is lehettünk volna kis tigrisek, álljunk meg egy hogyne, szóra, hiszen Proper16-unk, és hát ugye nagy kérdés, hogy hol maradtunk le Ázsiához képest, mert lehet, hogy most mi élnénk. Valószínűleg egyébként pont az árazásban. Aha. Mert hogy utána voltak még olyan magyar gépek, amik külön, tehát szintén különböző klónok voltak, de valahogy egyik sem találta meg azt a tömegpiacot, amit pedig itt nagyon el kellett volna kapni, és amit az IBM is egy ideig nagyon jól csinált, tehát ugye azt például ne felejtsük el, hogy a klasszik IBM PC sikeréhez hozzájárult egy olyan apró szoftvercég, amit akkor még kötőjellel írtak, úgy írták, hogy Micro kötőjel Soft, és ez az apró kis cég, ezt megkérték arra, hogy csináljanak már egy olyan operációs rendszert, amivel, tehát ami egy kicsit emberközelibb annál, mint amit az IBM korábban használt, mondjuk az ilyen nagygépes környezeteire. Ők meg fogták magukat, és hát, hogy is mondjam, egy kicsit kölcsönvettek egy másik DOS nevű rendszert, ami a Disk Operation Systemnek a rövidítése. Hozzácsapták, hogy MS-DOS, mint Microsoft DOS, egy picikét átfaragták, és azt mondták, hogy csináltunk egy rendszert, hello, és hát onnantól kezdve ugye ez a. Hát igen, és akkor jött még a másik oldal, hogy Apple, aha, hát az nem a Beatles volt, de az, és akkor legyen az amerikai Doors, nem Doors, akkor legyen Windows, és akkor hoppá, hoppá, hoppá. Nagyon szép, igen. És hát az van, hogy ők egy ideig ezt ilyen nagy triónak is hívták, hogy az IBM, Intel és Microsoft trió, hiszen ugye utána jöttek az első 286-os processzorral szerelt gépek, ugye a PCXT, aztán a PCAT, és utána jött a 386-os, 486-os, stb. Ugye így mentünk tovább. Viszont pontosan ez az, hogy mire ez a dolog, ez beindult IBM szinten is. Addigra olyan szinten kialakult egy ilyen másodpiac, hogy gyakorlatilag fölzárkózott és első piaccá alakult. Egyrészt például azok, akik szintén teljes gépeket készítettek, de pont a moduláris kialakítás miatt ugye itt jött az, hogy valaki kitalálta, hogy nekem rohadtul nem tetszik, hogy csak ilyen kis egycsatornás csipogó van ebben a gépben, én csinálok hozzá egy hangkártyát, amivel
amivel több csatornát lehet meghajtani. És itt jött mondjuk az először az Adlib, aztán a Kreatív nevű céggel a Soundblaster, igen, amik ilyen kvázi szabványok lettek, és ez is olyan, amiket a belső bővítő sínekre szépen be lehetett csatolni, és már is egyel többet tudott a gép, mint előbb. Sokat utána egy kicsit akkor később jöttek a külső, tehát az extra videókártyák, ugye úgymond a 3D gyorsítók, meg ilyesmi, amivel ugye a játékosok lőttek ki. Jöttek ugye akkor a mindenféle olyan periféria gyártók, akik jobb egeret, jobb monitort és egyebeket. Ugye az első monitorok azok még az úgynevezett CGA szabványt tudták, amik ilyen nagyon-nagyon bénak is felbontást tudtak, de akkor jött az EGA, a VGA, az SVGA, ami ugye felbontásba, színkezelésbe tudott többet, és szépen lassan tulajdonképpen az IBM hátán kinőtt egy teljes piac. Tehát éppen ezért az IBM PC szülinapjában nem csak az IBM PC-t és az IBM-et ünnepeljük, hanem igazából azt, hogy nagyjából nem lenne teljes számítástechnikai piac akkor, hogyha ez az egy darab gép nem jött volna ki. Bár ők valószínűleg nem így képzelték el a jövőt, de tényleg fölnőtt a hátukon egy teljes piac, ami azóta hát él és virul, és persze, hogy mióta ugye egy jó 10x éve először a vagy az okostelefonok, aztán a tabletek egy kicsit elkezdték megzabálni ezt a dolgot, meg a mobil internet, meg ilyesmi, tehát hogy most már azért nem feltétlenül abban gondolkozunk, hogy az asztalon kell egy gépnek lennie, ami, de például pont és mi van az IBM, meg köszöni szépen, jól van, de már nem ő hát az IBM, köszöni nem szépen, jól van, és tök más csinál. Igen, teljesen más csinál. Hát ez még a másik beszélgetésnek lesz a témája. Igen, az IBM az fogta magát, és 2005-ben eladta a teljes PC üzletágát, addig azért egyébként egész szépen muzsikáltak, és hát főleg mikor ugye a laptop biznisz elindult, akkor azért az IBM ThinkPad-ek azok megint csak eléggé komoly kvázi szabványt jelentettek, és ezt eladták 2005-ben egy akkor még hát sokak által nem nagyon ismert kínai cégnek, amit úgy hittak, hogy Lenovo. Hát a Lenovo azóta gyakorlatilag az első, vagy a második, de mindig ez így változik, de szorosan az elsőségért harcoló cég a PC piacon. Tehát ennyit arról, hogy a PC-ben azért nincs, most már nincs annyi pénz, hogy ne lenne. Oké, nagyon szépen köszönjük, óriási ilyen PC történeti összefoglalót hallottunk. A 40 éves klasszikus IBM PC az 51-50-es IBM Personal Computer, aminek a reklámját is tényleg érdemes megnézni. Hazavihetem, tényleg az enyém, örül neki egy néni, úgyhogy tök jó. Igen, köszönjük. Direkt kiraktam a reklámot a cégbe, mert annyira jól néz ki, hogy ez a teljesen 80-as évek eleje, frizurás, ilyen gigaszemüveges, boldogan mosolygó, és látszólag a technológiától teljesen távol álló néni van berakva a gép mellé. Hát az nem távol, ő egy könyvelő néni a cég, akinek azért örül, hogy most már otthon is dolgozhat. Úgyhogy, így van, pedig mint tudjuk, a könyvelő az a könyvnek a veleje, de ez már egy másik beszélgetés. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked. Szép hasonlóképpen, napot. Sziasztok! Bátki Zoltánnal beszélgettünk a pontmost.hu főszerkesztőjével, itt lehet egyébként elolvasni 40 éves a klasszikus IBM PC. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Következzen egy zene a Millás reggeli saját